Városunk önkormányzata néhány évvel ezelőtt kezdte el a járda felújítási programot, melynek köszönhetően a Mátyás Király út belvárosi szakasza lényegesen korszerűbb lett és teljesen új arculatot kapott. Az önkormányzat idén két területen folytatja a programot. A járda megújul egyrészt a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola előtti szakaszon egészen a Bogácsi útig, valamint a László Károly úttól a Mártírok útig. A kivitelező cég a Szent László Gimnázium előtti területen és a László Károly úti tagóvoda előtt megkezdte a munkálatokat ezekben a napokban. A szakemberek a járda térkövezése mellett kiemelt szegélyt építenek. Az önkormányzat a korábbi ütemekhez hasonlóan saját forrásból finanszírozza a beruházást, melynek összege bruttó 10 millió forint. A fejlesztés befejezését követően a Mátyás Király úti járdaszakasz a Bogácsi úttól egészen a buszállomásig térkőborítású lesz.